Hétfőn a játékosok erőnléti felmérésével elkezdődött a kisvárdai női kézilabda csapat felkészülése. Az elmúlt szezonhoz képest jelentősen átalakult a játékos keret, a távozók helyére 9 új kézilabdázó érkezett. Tana Petikova, Dajka Bettina, Udvari Laura, Dombi Luca, Kondásova Izabel, Siska Pálma, Veronika Havánkova, Lajtos Nóra és Bárány Krisztina mellett a szülés után visszatérő brazil világbajnok Samira Rosára is számíthat a szakmai stáb. Az új vezetőedző Bakó Botond munkáját másodedzőként Szabó Valéria segíti majd. A felkészülési időszakban 8 edzőmeccset játszik a Kisvárda, először július 26-án a Nagybánya ellen láthatják kedvenceiket a szurkolók. A szövetségben kedden elkészítették az NB1 2019-2020-as idényének sorsolását. A Kisvárda az első fordulóban szeptember 1-én hazai pályán az újon Szombathely csapatát fogadja, majd a második fordulóban a Ferencvároshoz utaznak Orbán Adrienék.